A legutóbbi közgyűlésen talán, de az is lehet, hogy az egyel azt megelőzően jött szóba a mögöttünk látható Lokomotív Express kérdése. Egyébként Radics Bálint is szavát emelte az ügyben, Fodor Csaba is felszólalt, és én úgy tudom, hogy képviselő úr is képviseli azt, hogy ennek egy jobb sorsa legyen. Radics képviselőtársam a legutóbbi közgyűlésen vetette fel a mögöttem látható Expressnek a kérdését, és dr. Fodor Csaba frakcióvezető akkor el is mondta, hogy folyamatban van lényegében ez a kérdés, hogy miről is beszélünk. Hosszú évek óta vannak már olyan kezdeményezések, hogy valahogy megmenteni ezt a jobb sorsra hivatott vonatot, ami ha úgy közvetve is, de jelképezi a városunkat is. Helyi civilek, lokálpatrióták most kicsit komolyabban beleásták magukat a témába, és szeretnék megmenteni a vonatot. Több-kevesebb sikerrel állunk jelenleg, hiszen onnan indultunk, hogy olyan hírek voltak, hogy az egész szerelvényt el akarják innen szállítani Nagykanizsáról, akkor tudom, hogy Dombóvárra, hogy ott lett volna kiállítva. Most jelenleg ott tartunk, hogy csak a második kocsi lenne kiállítva Budapesten egy állandó kiállítás keretében, és azon dolgozunk, hogy a mozdony, illetve ha nem is a konkrétan közvetlen mögötte látható kocsi, de egy másik kocsi meg tudjon maradni itt a városban. Úgy gondolták, hogy jó ötlet lesz ideállítani ezt a kis mozdonyt, hozzá a szerkocsit és a pullman kocsit, amiből a büfékocsi lett, ami ugye kiszolgálta a meccsekre és egyéb rendezvényekre érkező embereket. Ez így nagyon jól működött, bérlője volt ugye a presszókocsinak, és rengeteg embert kiszolgált a meccseken. És ez nagyon jól működött, amíg ugye a MÁV divíziókra nem szakadt, a divízió egy része ugye ingatlannal foglalkozott, ez lett ugye a MÁV ingatlan, és ugye a MÁV ingatlan egy idő után megszabadult ettől a leamortizálódott sportcsarnokról, ami később ugye a városhoz került. Így ezzel ugye elvesztette gyakorlatilag a funkcióját, csak itt át, és így elveszítette a funkcióját a maga a dekorációként szolgáló, illetve a hasznos funkcióként, presszókocsiként működő, eredetileg az Orient Expressen szolgáló pullmankocsi. Birtokukba vették nem a vendégek, hanem sajnos a hajléktalanok, és teljesen tönkre is tették. Lehet látni, a város szégyenévé vált sajnos egy idő után. A kis mozdonyt, ahogy a Pista bácsi említette, ez eredetileg nem ez állt itt, hanem egy háromtengelyes, hatkerekes ipari kis gőzmozdony állt itt eredetileg, de az egy csere megállapodás folytán Zágrába került, az zágrábi vasútállomáson van kiállítva, úgy tudom. Cserébe viszont kaptunk egy különleges 424-est, ami eredetileg itt Kanizsán működött. A 424-es jelenleg a közlekedési múzeumban van, és talán még működik is. A megüresedett kocsik elé aztán ez a kis mozdony került, ez is Budapestről került ide, ez valamikor a gázgyárba szolgált. Kis szerelvényeket hurcibált jobbra-balra, és miután ugye leselejtezték, úgy került ide, állítólag még működőképesen került ide, és dekorációként, de akkor már úgy tudom, hogy a lokomotív büfé már nem is működött, de nagyon szépen dekorálta itt a környezetét. És ahogy a Pista bácsi említette, 2013-ban már nagyon leromlott állapotban volt, és akkor a civil kerekasztal segítségével, illetve a Cserháti iskola diákjai segítségével megkezdtük ugye a kis mozdonynak a renoválását, ugye a felújítás előkészítése, megkezdése előtt a rozsdátlanítás, csiszolás előkészítése, ugye a festésre az a Cserháti és diákok munkáját dicséri, illetve Kanász Ferenc tanár úrnak a közreműködését, aki azóta szegény már elhunyt, de ők oroszlán részt vállaltak a kis mozdony felújításában. A többi munkát azt én magam vállaltam a festéssel, illetve a fiam segített, meg még egy-két jó barátja, aki jött, és ugye több lépcsőbe festettük le a kis mozdonyt. A többi résznek, ugye a szerkocsi, illetve a pullmankocsinak a feljavítására sajnos már nem maradt keret.